A szekszárdi közgyűlés, ha nem is egyöntetűleg, de megszavazta azt a 2 milliárd forintnyi támogatást, amire a város fejlesztése miatt van szükség. Az Éhen Szekszárd Egyesület is támogatta a javaslatot, de azt kifogásolták, hogy kevés idejük volt átnézni a támogatási konstrukció anyagát. Nagyon fontosnak tartom, hogy végre a fejlesztésekről sikerült megállapodnunk, azt viszont kifejeztük a szavazásunkkal is, megszavaztuk ugyanezeket ezt a programot, hogy nem 24 órával előtte szeretnénk ezeket a dolgokat megtudni. Természetesen, mivel a fejlesztési pénzek elvesztek volna, hogyha ezt mi nem szavazzuk meg, ezért ezt az előterjesztést támogattuk. Erre a forrásra azért van szükség, hogy megvalósulhassanak a térségfejlesztési beruházások, mondja a Fidesz-KDNP frakcióvezetője. Ez a 2 milliárd forint az a város fejlesztésére, amibe önerőpótlások vannak, tehát részben önerőpótlások, és az elkerülő út első ütemének a tervezése. Tehát egyelőre csak a tervezése van benne. Ebből a támogatásból többek között korszerűsítik a Baka István általános iskolát és a DNS Valéria általános iskolát. Szőlőhegyen pedig óvodabővítés, bölcsödefejlesztés valósulhat majd meg, mondja Ács Rezső Szekszárd polgármestere, hozzátéve, ebből új orvosi rendelők is létrejöhetnek. Az eddigi fejlesztések folytatásaként ugye a Szabad-Dezső utcában tudnánk építeni orvosi rendelőt, a BM Klub helyén pedig kialakítanánk az ügyeleti központot, a védőnői szolgálattal és két házi orvosi szolgálattal, az egyik felnőtt, a másik pedig gyermek. A 2 milliárd forintnyi támogatás még ebben a hónapban megérkezik a szekszárdi önkormányzat számlájára. Aztán egyelőre nem tudni, hogy milyen bizottságok alakulnak, és ki lesz a város alpolgármestere. Az Éhen Szekszárd Egyesület és a Fidesz-KDNP még egyeztet ezekben a kérdésekben.